Csank Jánossal beszélgetünk, először is a tegnapi magyar mérkőzésről üdvözlöm. Hogyan értékeli a tegnapi meccsünket? Hát drámai volt a vége. Hát igen, a meccs alapján azért, mivel ez futball, az X azért meg volt, bár helyenként jobbak voltak a svédek. Első félidő az az övék volt, a másodikban volt egy szakasz, amiben azért mi jók voltunk, de tényleg kijött az, hogy ezek nagyon erősek, céltudatosan futballoznak, racionálisan nem cifrázzák, a védekezésüket is jól oldják meg. De hát északi, ez a tipikus északi, nagyon nehéz ellenük játszani. Azért sikerült az egyenlítés, és akkor már úgy nézett ki, hogy meg lesz, de hát ezt mi magyarok szoktuk megcsinálni, csak hogy győzni akartunk. Utolsó percben, amikor már azért rizikós, illetve meg lehet próbálni, csak hátul nem szabad öt embernek fölmenni legalább, tehát a négy védő az zárja a területeket, egy középen a kontrát megakadályozandó. A többi, hogy őt elmegy, az még elmegy, az nem annyira veszélyes, mi viszont kinyíltunk, és ez a belőkből beívelt védők mögé berúgott labdát, hát sajnos rosszul számoltak ki a témán, kicsit meg is csúszott, meg gondolkodott, hogy lesállítsa, vagy nem is tudom, mire gondolt. Nehéz volt ezt ott hirtelen, de hát a futball az ilyen, a döntéseket kell hozni, és hát adott szituációban, hogy rosszul döntött. Még ha kézzel megfogja is jó lett volna, akkor kiállítják, és akkor van egy szabadrúgás 40-ről, tehát ez nagyon rossz volt. Hát ott utána Babos is lábba jött ki, talán kézzel, azt hiszem 18-ra, nem kellett volna kijönni, 16-oson belül találkoztak, tehát én úgy éreztem, hogy ha kézzel jön, akkor lehet, hogy be is fújja a szabadrúgásnak, mert ugye ez odarúgott, ez a fickó, tudjuk, hogy nagy klasszis játékos, tényleg az is döntő volt, hogy gyors volt, hosszú lába volt, oda mert menni, megspiccelte, mert ha nem emeli meg, tehát nem rúg bele a labdába, akkor nincs gond, de belerúgott és rárúgta a lábára. De ilyet, ez a mesében van, hogy tényleg nekem a Kosztával volt ilyen egyszer, pontosan Zalaegerszegen, hogy cselezni kellett volna 40-re, és belerúgta a csatár lábába, és onnan bepattant a térdéről, ment középen a kapuba. Ez is ilyen a tényleg nagyon ritkán fordul elő, mert pattantom a bárhová. Itt ez most rossz felé pattant, úgyhogy ez így drámai volt, így tényleg az volt. Sikerült ezt hamar feldolgozni, és a portugál meccsig mit gondol erről? Föl kell dolgozni, hát a futball, az, meg a csapatjátékok azok olyanok, hogy nincs idő, hiszen folyamatosan mennek a mérkőzések. Hát mindenki becsötten dolgozott, tehát igazából nem lehet rossz ízük, ezt föl kell tudni dolgozni, és hát meg kell próbálni a lehetetlent is. Talán most már én úgy vélem, hogy inkább ennek az esélytelenek nyugalmával kéne dolgoznunk, tehát ne akarjunk nyerni minden áron, hanem játszani kell, és hogyha sikerül, akkor sikerül. Tehát mi egy kicsit olyan remegősek vagyunk most is, hogy azt hallottuk, hogy nyerni kell, és a taktikusság. Egy olasz válogatott, melyikor nem ment volna előre, ebből biztos vagyok. Visszahozták a meccset, ilyenkor általában, amikor nagyon fordítani akar az ember a végén, akkor ez rosszul sül el, hát ez így most így sült el. Mi a mai látogatás célja, és mit vár a Kazincbarcik MTK mérkőzéstől? Hát én az idén még egyik csapatot sem láttam, és hát én el szoktam jönni meccsre, nem különösebb céllal. Mindig merre járok, ha MB3-as meccs van, és ott vagyok a környéken, megyei, múltkor jártam egy várási csapat meccsét is, megállok, ez egész biztos, hogy attól függ, hogy mennyi időm van, de 20-30 percet biztos nézek még egy megyei csapatból is, ha pont arra járok. De hát ez meg céltudatos volt, mert egyébként Pestről érkeztem Egeren keresztül, még elkezdtem Ózra, aztán úgy jöttem ide, de már tegnap előtt néztem az újságot, akkor láttam, hogy itthon játszanak. Gondolkodtam, hogy Bőcsre menjek, vagy ide, de hát ez közelebb volt, elvezettem eleget, úgyhogy ezt nézném meg. Kíváncsiak mondom, Barcikát mindig szoktam figyelni. Az MTK az meg olyan, hogy nem tudhatjuk, hogy kidobnak be ellenünk majd, mert azért itt kavarognak a keretileg, kavarognak. Úgyhogy ezért is jöttem le. Köszönöm szépen, riport! Igen.